Sziasztok! Egy igazán különleges sörtípussal fogunk ma foglalkozni, méghozzá a Keller Beerrel, ha úgy tetszik, a pincesörrel. Tartsatok velem! A Keller Beer elnevezés, mint ahogy a neve is mutatja, pincesör, alapvetően a késő középkortól azt a sört jelenti, azt a lágersört itt Közép-Európa szívében, főleg Bajorországban, amelyet hosszú érlelésnek tesznek ki, és közvetlenül az ászok hordóból csapolnak, emiatt egy kicsit zavaros, élesztősebb karaktereket is hordoz. Az 1870-es évektől, amikor, ahogy arról már szó volt, azt hiszem a müncheni Hellesről szóló videóban, megjelent a nagyüzemi mesterséges hűtés, onnantól kezdve a Keller Beer sokszor viszont a még fiatal, szinte fickósert jelentette, amelyet szintén frissen, közvetlenül még az ászok tartályból csapolnak, és a BJCP leírás is megemlíti, hogy sokszor a kóstoló csap elnevezésről Zwickelnek vagy Zwickelbiernek is nevezik ezeket a söröket. Napjainkban nagyon sok sörfőzde egyébként szinte csak marketing célra használja a Keller Beer megnevezést. Ez a tipikus ősi trükk, amikor van egy alaptermékem, és sokféle néven eladom ugyanazt az alapterméket, pici-pici különbségekkel. Minden Keller Beer, mivel a Keller Beer az tulajdonképpen egy technológiát jelent, nem pedig egy sörtípust, ezért minden Keller Beer bekategorizálható valamelyik alapsörbe, így különbséget teszünk Märzenből készült Keller Beer között, ami nyilván egy kicsit sötétebb, Helles vagy Pilzeni Keller Beer között, Bock Keller Beer között, és így tovább. Minden lágersör szóba jöhet, minden lágersörnek vehetjük ezt az élesztős karaktert hordozó pincesör jellegű, közvetlenül az ászok tartályból elvett kiszerelését. Jelen videómhoz kétféle Keller Beert hoztam, méghozzá a Riegele sörfőzdének a Keller Beerjét, ami valószínűleg egyébként általában pasztőrözetlennek is kellene lenni ezeknek a típusoknak. Nem hiszem, hogy német söröket lehet úgy forgalomba hozni, hogy nincsenek pasztőrözve, de ehhez nem értek. Ez a sör viszont unfiltered, tehát szűretlen megnevezést is hordoz magán, tehát számíthatunk majd egy enyhén zavaros, kicsit olyan ködös, búzasörös megjelenésre. A másik sör a Mönchhof sörfőzdének a Keller Beerje lesz. Ettől a sörfőzdétől már kóstoltam, azt hiszem, a Schwarzbiert, és az nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ő mit tud. A Mönchhof 5,4%-os, a Riegele pedig 5%-os. Úgyhogy menjünk erősségi sorrendben, kezdjünk a Riegelével. Ahogy láthatjátok is, valóban hozza ezt a ködös karaktert. Nem láttok át a poháron, viszont én se cserébe. Egy szép narancssárga, ködös, markáns habbal rendelkező sört kapunk. Illatában semmi. Nagyon enyhén az élesztős karaktert kivenni, de úgy amúgy ennek semmilyen illata nincsen. Most szemben az eddig megszokottakkal ezt a sört félreteszem, amíg ülepedik a habja, és kinyitom a Mönchhofot is. Tehát ahogy láthatjátok, ő egy kicsit világosabb sör. Mindjárt ide veszem mellé az előzőt. Tehát ő volt a Mönchhof, ő volt a Riegele, ő a Mönchhof. A Mönchhof az egy sokkal szűrtebb,
ez sincsen tisztára, tükrösre szűrve, viszont itt nagyon szépen leülepedett az élesztő, az erjesztőtartály aljára. Nem látjátok most jól, de ezen szinte teljesen át lehet látni egyébként. Illatában ő hoz egy finom pörkölt malátás alapot. Kicsit olyan csokis, finom karamüncheni malátás alapot érzek ki belőle. Tehát feltételezem, hogy ő egy Mertzennek a kellerbírje, míg a Riegele az talán egy bécsi ászok kellerbírje lehet ezek alapján. Nézzük meg akkor a Riegelét. Enyhén citrusos fanyarság van a sörben. Jellegzetes német aromakomlókkal. Igazából semmi különlegessége nincsen. Egy kicsit talán még vizes is, olyan szénsavas. A fanyarság is inkább a túlzott szénsavasságból jön. Iható, egyszerű hétköznapi sör, nekem nem nagyon jön be. Nézzük a mennysoffot. Igen, ő alapvetően egy Mertzennek a kellerbírje. Nagyon szépen jön a sörből az összes müncheni malátára jellemző ízvilág, egy kicsit édesebb a vége, viszont nagyon szépen meg van támasztva a keserű komlókkal, nem túlzottan, de jelen, tehát hogy nem túlzottan, hanem szépen egyensúlyban. És összességében ez egy finom sör. Úgyhogy srácok, ha kellerbíreket keresgéltek legközelebb, akkor a Mönchsoffot tudom nektek ajánlani. Ez egy nagyon-nagyon finom kellerbír. Kérlek, mielőtt még kiixelitek az ablakban a videót, iratkozzatok fel a csatornára, így nem maradtok le a legfrissebb videókról. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!